Sziasztok, GameStar nézők! Sziasztok! Folytassuk is szerintem Inbedi a stressz, bár a szúdás ezt mondani, mert hiszen azért nem, de utána a rész szempontjából még biztos van egy pár a bázison. Egy ember biztos még van. Egy, csak egy leány van a vidéken, ugye? És mi van a másik? A vörös hajúval. Lenin. A Medidával. Ja. Hát vörös. De nem hajú, hát jó, hát kopasz lelkű. Volt. Ja, hát, igen. De vörös lelkű. Ez csúnya volt. Ez nagyon durva. Igen, és ez nem véletlen, mert ez ott van mindig. Tehát, hogy ez bármikor arra csinálod, mert ez megtörténik. Jó, ebből én mindenféleképpen fogok egy videót én is felvenni, Shadowplay-jel, és megnézzük majd, hogy... hogy a Shadowplay-en keresztül, amikor azzal rögzítünk, akkor is van egy ilyen lakadás. De hát meg még a Dave-en patch-et is, amit ugye az előző adásban voncolgattunk, hogy az elképzelhető, hogy azért jönni fog de még. Én a mai nap el fogok jutni. Ideig. Igen, meg azért a biztonság kell, hogy mégiscsak frissíts driver. Lehet, hogy az is közre játszik. De pont ez lenne a lényege, hogy kideríteni, hogy esetleg az Aver Media miatt ilyen... Tehát ugyanezekkel a feltételekkel akarunk eljutni erre a ehhez a részhez. Jó, nem lepne meg egyébként. Sajnos a szoftveresen az Aver Media-val némiképp elmúlt évek során azért voltak gigszerek. Bár az igaz, hogy működni működik mindig. De néha egy picit idegtépő az utómunka. Na, megvan az első pisztoly. Mág. Régi leharcoló darab, szovjet gyárt. Ez egyébként a Last of Us-ból a főszereplő. Ideig jutottak. Joel, igen. Tényleg. Azt is meg kéne már fejezni. És Ellie felnőtt. Tényleg, micsoda plot twist. Hát másfelé nem úgy jobb mehetünk, ahogy elnézem. Ablakon keresztül egy látványos belépő. Igen. Valakivel beszélnek. Nem túl barátságos. Az. Kobak. Ja, bocs. Hát kösz a semmi. Hát nem volt túl nagy segítség. Ilyen hálátlanok ezek. Komolyan. Képes ott meghalni. Hát ez a legrosszabb. És ide még nem tudok bemenni, mert nincs lockpickem. De majd. Aha. Ugye vissza lehet térni a helyszínekre. Ez is választható játék volt előfizetéshez? Persze. Nem is tudom egyébként, hogy... Még mindig választható. Ja, persze. Még 31-ig él az előfizetői akciónk. Igen, már csak a hónapban. Hát mondjuk hülye vagyok, hát igen. Is meddig ilyen egy... Én még ilyen előfizetői akció. Igen. Annyira tudtam, hogy ezek a klisék benne. Igen, egyébként mostanában szinte minden filmben vagy játékban a gonosz, az mindig a saját emberét is. Ez sose ért, igen, ez mindig túlzás, mert... Valakinek ez jól áll. Tehát mondjuk Darth Vadernek jól állt, hogy megfojtotta, de... Succeed here.
Az mi? Az hogy nézett ki hátra az az ember? Melyik rövendőz? Shiba Suba volt, nem? Igen, aki leghátrább. És most mi lesz azzal, hogy lelövik az kéz? Nem, az ott szenvedget. De... Ő legyen az első célpontod. Amelyik fekszik a földön és ketten körülveszik. Nem is jelzi ízének, vagy igen? Jaj, most egy horrorfilmes klisé történt, ugye a színes bőrű halt meg először. Igen. Bolykottálom a játékot. Ő észrevett. De nem teljesen nem, hanem még csak ilyen félszemmel szól, hogy érzem is még, még el. Ja. Közben sikerült elterelnem a figyelmét az egyiknek. Ez is hihetetlen. Teljesen akaratlanul, mert eldobtam. Igen, igen. Ezt meg tudod ölni? Szemetlen? Hát az most nem lát. Ki ez itt? Ő vagyok, ő vagyok. Jimmy vagyok. Tudod? Smith. És miért van ilyen jó illatod? A medve. Egy. Az ő arcát kérdezted? Nem, másmilyen volt. Színesebb volt a maszkja. Ott fenn, mintha még valaki sérült. A fekete fej lett volna a maszkja, mert úgy lett. Nem volt még egy. Na most már ezzel csináljunk valakit, akkor ott fetrenk. Ja, igen, igen, igen. Persze. Tehát ugyanígy volt az előttem videóban is, hogyha ha azt látjuk, hogy Lara majdnem azt mondtam térdel, tehát hogy a Google, akkor vannak. Vannak. Ha már felállok, akkor nincsenek. Hát ebből nem tudsz jól kérdezni. Nem, nem, sajnos nem. Térdel, feláll. Hát nem is tudom, mit csináljak vele. Nyilván. Igen, az halkabb. Az csendes. Hello. Bocs. Ígérem, nem fog fájni. Kegyes. De nem kaptál érte XP-t, ugye? A Steel Kit kapott érte. Kap. 25 XP-t szerintem. Valamit írt. Őt viszonylag nehéz lett volna, nem Steel-be. Steel-t, Stealth. Azaz, Stealth a egyes kiejtés. Még csinálunk néhány videót Endre, és tökéletes lesz majd a kiejtés. Yeah. Javítjuk a esetleges hibákat. De hát biztos kevés van a... Olyan. Ez kigyulladt? Igen, gulladt. És tovább is terjed a tűz? Hát ha van éghető, nem? Nem tudtuk volna megölni az embereket? Csak kérdezem. De. Jöjjt. Aha. Látod, szóval igazából ez is ment volna. Csak talán akkor kevesebb XP-t kaptam volna. Ez is jó. Ja, tűzbe nem menjünk. A tűzbe rendszert kérdezik. Így olad ruha, vagy? Tőben elég, ha sérül arra, emiatt. Hello, hello. És piros hordók a legjobb helyen vannak egyébként. Ha belegondolsz, minden játékban. Mennyire imádtam a Doom első két részét. Ők csinálták meg először a tűzhordó? Én úgy emlékszem, hogy a tűzhordó az a Doom első részében volt. Igen. Na, és már nincs senki. Annál jobb csak az volt, amikor egymásra tudtam úszítani a szörnyeket. Ja, persze, ott a különböző fajtájúak. Igen, azok ütötték egy. Illetve, na, hogyha keresztűzbe kerül. Na, például igen, úgy. Orosz nyelvleckét veszek. Na. Ja, de Kladiva jó van, szívó, hogy egyik tudját szúszulját? Hát ezt kellett elmondani százszor, akkor kiderült, hogy lefestették. A Lenin fiú. Ja, az orosz kapcsol. Hát nekem még kötelező volt az orosz tanulás. Nekem is majdnem. Azelőtt egy évvel törölték el, amikor én általánosban kerültem, amikor. És, ott a, és ahol jártam általánosban, ott az idősebbek, azok még tanulták. Tehát a felsősök.
Én némettel kezdtem. Úgy tűnik, hogy ellenállók közé keveredtem. Ajjajjaj, ezek nagyon csúnya akadozások, viszont. Constantine is here. The man who tried to kill me in Syria. He's violent. Biztos, mikor tudsz összerakni? Ha minden darabját megtalálom. Egyre csak kettőt találtunk meg. Aha, és hány rész kell egy pisztolyhoz? Hát négy. Itt ahogy mennyiből mennyi. Aha. Itt van, látod, négyből kettő. Megtaláltam. És itt lehet látni, hogy melyik fegyvertípus volt. Mindegyikből legalább négy van, kivéve a csákán. Aha. Ez tök jó, így gondolom egyre erősebb. Nem feltétlenül erősebb, hanem mondjuk olyan, hogy tehát egy magnumnál nyilván kisebb sebez egy Glock, viszont több golyó van a tárban, gyorsabban lehet tüzelni, stb. Tehát vannak azért ilyen különbség, és mindegyik fejleszthető sokféleképpen. Tehát. És a tábor tűznél tudod kiválasztani, hogy melyik épp legyen nálad. Ja. És itt van, hogy miket lehet rárakni, milyen. Upgrade-eket. Ja. De szerintem ugye a legcélszerűbb az íra lenni. Aha. Mert az halk. Csendes. Igen. Lehet tesz egy hangtabb videót is rakni a pisztolyra. Idővel, persze. Ja, és az fontos dolog, hogyha a bizonyos fejlesztések több fegyvernél találhatóak meg, akkor elég az egyiken végrehajtani, és akkor a másikra is úgymond át kerül. Aha. Tehát akkor nem kell azt újra megcsinálni. Tovább. Ez az első nagy nyitott régió, meg is tudom mutatni. Mekkora. Ez egy régió? Innen indultunk. Aha. Ez volt a hegymászós rész, aztán ugortunk el Szíriába, vagy vissza a mi közös erejéig. Akkor jött ugye a vadon, találkozás a mackóval, meg egyebek, ez a Gletscher, és most tartunk itt. Ne tévesszem meg az ábrázolás, tehát ez lényegesen nagyobb, mint az eddigiek. Világos. És ezen kívül még két ilyen nagyobb zóna található, és több kisebb. És mennyire tartunk most a sztoriba körülbelül? Hát ott 13%. 13%? Igen. Bár az nem a sztori, hanem ugye a teljes játéknak a kimaxolása felé vezető út. Aha. De a sztorinak az elején tartunk még bőven. Van-e még valami olyan érdekes dolog, amit még itt szeretnél így a vége felé megmutatni? Most úgy érzed, hogy esetleg emlékszel, hogy itt van valami? Azt hiszem, hogy fel tudok venni mellékküldetést, mert vannak NPC-k is. Na, akkor nézzük meg egy ilyen hubot. Ha végre engedi a játék és nem fagy szanaszéja. Nem. Ez rettenetek. Bocsánat, hogy ezt mondom. Itt valami gáz van a felvédő. Az mi? Ja, egy helikopter. Vagy egy bán. Ez egy Mi-24-es volt talán? Annyira orosz ott van az orosz haditechnikában, meg az orosz nyelvben, meg az Lenint is ismert a személyesen. Jó, én az irában nőttem fel, tehát én még úttörő voltam. Tehát ti ezt nem nagyon tudhatják. Kis dobos voltam csak. Egy volt. Ezek most rosszak? Nem, ez a hub. Vagy de? Ezek rosszak? Ő nem. Nem. Ott kiírta, hogy... Akkor mégis csak most vagyunk a hubban, jól mondtam. Aha, és itt már megváltozott az időjárás. Elkezdett. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. És elfogadjuk. Értem, és elfogad, meg kapsz érte valami. Például egy kést, vagy egy lockpicket, vagy valami. Aha. Ajajaj.
És egy újabb. Jó, most nem tudok fejleszteni. Ő épp beszélt volna, mindegy. Most mi a baj? Hát lockpick nélkül nem tudom. Ja, lockpick. Ja, több pont nem látom a mikrofont, eltakart a kihívást. Na, ügyes vagyok. Fúj a szél, akkor ugye összefogja magának a kabát, mert hideg van és fázik. A ruházatot később lehet fejleszteni? Fejleszteni nem, cserélni lehet. De, aha, mint mondtam, ugye némelyik ad valamilyen kis bónuszt, de olyan hú de nagy eltérés nincs közöttük. Farkast hallottam az előbb? Igen. Vonyítani? Akkor, hogyha ezek itt ilyen orosz dolgok, akkor mi egy volt Szovjetunió területén vagyunk? Szibéria. De konkrétan Szibéria? Igen. Igen. De és annak melyik részén azt lehet tudni, hogy... vagy ne legyek ennyire szőszalsogató, hogy... Nem, mindegy, ahol hideg van. Szerintem, nézd meg Google-in Kityes városát, hova teszik az emberek, hogy vajon hol feküdhet. Meg is nézem. Hogy, de most komolyan kérdezik. Kityes. Kityes. Fonetikusan, ugye magyarul ez úgy megy. Egyébként meg angolul azt hiszem Kites. Annyit mond még el nekem, igen? Hogy a... Farkasokat keresek, mert igen, erre, ezzel kapcsolatos a kérdésem. Mennyire van még benne vadállat? Tehát a medvét már láttuk, farkasokat láttunk. Farkas van. Szibériai tigris. Hiúz. Hiúz van benne? Hiúz, de nagyon nagyra nőtt hiúz, tehát az kb. Tigrisnek is elmegy. Aha. Hével? Vagy hogy írjam? Kityes. Kézsé. Kézsé. Ketyilés Zsoltán, tudod? Hol voltak? Szerintem errefelé lesznek ennek a túlnyomára. Nem akarja az igazságot? Hát mert valószínűleg egy kitalált városnév. Ám igazán kitalált, ott fekszik, látod? Ott a farkas, ott a farkas. Hopp, azt fejbe lőtted. Azt fejbe. Ott fut a gyáva. Hogy iszkolt, figyelted? Na de mindjárt elkap. Pedig a szürkeszolgások azok védett faj. Azt mondod? Hopp, hopp! Ajjajajaj! Majdnem elkapott. És itt nincs ilyen időlassítás? Hát lassít helyettem a framerate, mint látod. Csak dodge-olni tudok. Kérlek, akkor ez feature-nek se adható. Minden küzdelemnél. Ja, és egyébként meg látni az állatok nyomait, hogyha éppen keresnénk őket, merre jártak. Mert most már ugye megtanultam azt a képességet. Na jó, hát én azt gondolom, hogy lassan időnk végére érünk. Gondolom meglátjuk, hogy lesz-e még. Igen. Itt közben nem tudjuk, hogy behallatszik a mikrofonba, de itt közben elfelejtjük a falat. Felhívnám a figyelmet egyébként a mászókötélre. Hogy? Figyeld. Ja, hogy így... Igen. Most kell az a Damon Perchin, azt mondom. Minimum egy Raw Barbrid.
megszállt egy szellem, vagy nagyon fúj a szél deréktájban. Húzatlan a barlangban. Igen, igen. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy még lesz a folytatás. PS4-esen. Na tényleg, no, csak megjátszuk ezt a játékot. Elég PS4-esen, és akkor innen fogjuk folytatni. Tényleg. Jó, jó. De ha mindig csak ennyit haladunk, akkor még néhány konzolgenerációt. Ugye, igen, 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 igen. Ott ezt számogattam magamban én is. Hát mindegy, egyszer majd. Addigra már viszont úgy kell, hogy, hogy valami, tudod, ilyen back compatibility is legyenek az akkor, hogy ja, tudjuk folytatni. Majd. Szerintem még egyszer nem csinálják azt. Azt mondod? Na jó, meg fogják más... csinálni, igen. Persze, persze. Na jó, hát valahogy el kell adni a remaster kópikat is, tudod. Igen. Még azért, hogy a mocsi becsülete nem belegyen még, akkor esetleg egy Day One patch-es verzióval lehet, hogy a GS Plus-ra még próbálkozunk valamit, mert meglátjuk, hogy megnézzük ezt a... Mocsi becsülete? Hát, hogy annyira bosszantja ez az akadozás. Ja, nagyon. Azért furcsa, mert én játszottam vele, tehát eljutottam Szíriáig, játszottam egy fél órát körülbelül néha. Bocs, az reggel, és egyetlen egyszer nem fordult ez. Várj, hogy az az 5 perc fél óra. Úristen, akkor milyen sokáig tartod, hogy mindig játszol. Ez egyéb kérdéseket is felvet. Igen. Jó, mindegy. Jó, akkor most ezt hagyjuk, és akkor utána nézzük még, hogy ez mi volt. Kommentekbe lehet, hogy megírjuk a tapasztalatunkat. Én biztos, hogy meg fogom írni. Jó. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.